Mindenkinek tisztelettel köszöntöm a közmeghallgatáson megjelent képviselő hölgyeket és urakat, a meghívott szakembereket, a társszervezetek képviselőit és azokat a lakosokat, akik személyesen kívánnak felszólalni, kérdéseket föltenni. Elsőként felkérném Tóth Beát, a szerkesztő asszonyt, hogy moderátorként segítse a közmeghallgatás zökkenőmentes lebonyolítását, úgyhogy én engedelmükkel át is adnám a szót Tóth Beátának. Polgármester úr, nagyon szépen köszönöm. Tisztelettel köszöntöm a közmeghallgatáson megjelenteket, és köszöntöm a meghívott vendégeket is. Elsőként az EGRI rendőrkapitányság részéről Kovács József rendőr alezredes kapitányság vezetőt, a Heves megyei katasztrófavédelmi igazgatóság EGRI katasztrófavédelmi kirendeltségének részéről Zelei László megbízott kirendeltség vezetőt, a Heves megyei Vízmű ZRT EGRI üzemegység részéről Bárdos Zsolt üzemvezetőt, az EVAD ZRT részéről dr. Fodor András vezérigazgatót, az Eger Termál Kft. Részéről Beresnyák Gyula ügyvezetőt, a Volembusz ZRT EGRI területi igazgatóságának részéről Dobos Robert forgalmi üzemmérnököt, illetve Erdélyné Tóth Emesét helyi közszolgáltatási szakértőt, a Tigáz ZRT részéről Kovács István régióvezetőt, Imász Hálózati Kft. EGRI régió részéről Pap László területi csoportvezetőt, a Városgondozás Eger Kft. Részéről Juhász Géza ügyvezetőt, az EGRI közszolgáltatások városi intézményének részéről Bodnár Gábor igazgatórat, a Média Eger Nonprofit Kft. Részéről pedig Skrob Andrea ügyvezetőt. Egerváros hegykössége részéről Tarsoly József hegybírót is köszöntöm, illetve az EGRI Városfejlesztési Kft. Részéről Kovács Dániel pályázati referenset. Az EGRI tankerületi központ részéről Ballagó Zoltán tankerületi igazgatót, a Heves megyei kormányhivatal EGRI járási hivatalának részéről Gombály László járási hivatal vezetőt, az EGRI TISZK Nonprofit Kft. Részéről Takács Zoltán ügyvezetőt, Egervárosi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. Részéről Töröcsi Gábor ügyvezetőt. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189-es törvény 54. paragrafusa és Eger megyejogúváros alapokmányának 10. paragrafusa alapján tartjuk a közmeghallgatást. A helyi lakosság és a helyben érdekelt szervek képviselői felszólalási jeggyel helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek a közgyűlés tagjaihoz, és a helyben érdekelt szervezetek képviselőihez. Tájékoztatom Önöket, hogy felszólalási jegyet a díszterem bejárata előtt lehet igényelni, és kitöltve ugyanott leadni. Egy hozzászóló egyszer szólalhat fel, mely felszólalás keretében bármennyi ügyre kitérhet, együttesen legfeljebb 6 percben. A felszólalókat sorszám alapján fogjuk szólítani, a teremben csak egy felszólaló tartózkodhat. Egyúttal felhívom szíves figyelmüket a maszk használatára, mely alól kivételt képez a felszólalás időtartama. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson, vagy legkésőbb 15 napon belül választ kell adni. Felhívom a figyelmet, hogy a felszólalás kapcsán vitának nincsen helye, kizárólag a felszólaló lakosok részére adható válasz a közgyűlés tagjai és a helyben érdekelt szervezetek részéről. Kérem, hogy a hozzászólásaikat személyeskedés nélkül mondják el. Aki nem közérdekű ügyben szólal fel, vagy személyeskedő, illetve személyisi jogokat sértő kifejezéseket használ, attól megvonjuk a szót. A válaszadás vagy felszólalást követően szóban, vagy 15 napon belül írásban történik. Tisztelettel kérek mindenkit ezek betartására. Most pedig rögtön elsőként, az első felszólalási jeggyel, Márkus László érkezik Egerből, az Egészségház utcából. A felszólalás tárgykörei között említi többek között a mozgássérült gondolatokat, terveket, a lakókörnyezet problémáit, illetve természetesen a mozgássérültek gondolatait. Fogadják őt szeretettel. Tisztelt polgármester, városi képviselők. Én körülbelül nem hallom magam.
Körülbelül 8 éve jelentkeztem problémámmal, de nem sok minden történt. És azt mondtam, hogy míg élek, talán egyszer idejutok a problémáimmal. Tehát alulírod Márkus László, 10 hónaposan elkaptam a helynemedi gyermekbénulást. Ennek a betegségnek van folytatása, negatív értelemben is, ugyanis több mint 10 éve járok, képtelen vagyok. Teljesen új életet kellett kezdenem, 53 évesen. Vagyis szinte 100%-ban ide-haza vagyok. Heti egy alkalommal vagyok 4-5 órát a városban, és a tapasztalataim, a gondokat most felszerelnének sorolni. Nagyon sokan ismerik az Agria Speciális Mentőcsoportot. Közel 8 éve ők hoznak le engem. Kerekesszéken lehoznak, hát tesznek ebbe, és így tudok létezni a városban. De sok problémával találkozom. Nem ide tartozik lehet, de nincs megoldva a WC ellátás az egész városban. Nagyon sokan verik a mellüket. Ez egy kitűnő város, idegenforgalom. 2 darab közvécé van. És abból egy darab van a mozgássérülteknek fenntartva. Tehát ez valami döbbenetes szerintem. És jó magam azt is én harcoltam ki, komoly fórumokat tartottam. Egy bizonyos téren nem érdekelte a vezetés. Majd lesz itt WC, majd lesz. És ha nem lett volna ez a botrányos átépítés, talán ennyi még belefér a keretbe, akkor még most WC-nk se lenne, mármint mozgássérülteknek. Vannak olyan tapasztalataim, hogy Kepes központot átépítették, van benne 2 vagy 3 mozgássérült WC. Nem akarok oda járni, de még nem volt WC a városnak, rokkantaknak, a raktárnak használják. Nem tudom, hogy ebbe ki tud majd segíteni. Egyébként, amit most itt felsorolok, én úgy gondoltam, hogy minden képviselőnek eljuttatok egy ilyen anyagot, hogy ne csak a levegőbe beszéljek. És aki tud képviselő, jobb oldal, bal oldal, középoldal, én mint főrokkant sajnos, segítsen, mert magától nem fog semmi menni. És a másik probléma, hogy én ugyebár nem tudok autót vezetni, de épült egy parkolóház, Evat RT kezeli. Komplett WC hálózat van benne, és nem üzemel. Komplett WC hálózat. És nem létezik, hogy nem lehet felvenni két olyan közfoglalkoztatottat, akik reggel 8-tól este 8-ig minimális pénzért engem beengednek, mert ismernek. De mások is szeretnének menni, jönnek a város ország minden pontjáról, és hol a WC, hol a WC. Engem beengednek. Ez is egy nagy probléma. Ami az érsekkertben van WC, az inkább budi. Tehát sikerült a Bikavér Fesztiválra eljutnom. Nem akartam bokrozni, mert nem az a helyzetben vagyok, de ott, ami állapot van, a sürgősen át kell építeni, vagy át kell gondolni, mert és akkor ez a WC ügy lezárva. A másik gondom, hogy az Agria Speciális Csoport az nagyon sokat segít nekem, de nagyon sok a munkájuk. Ők abból élnek, nem abból, hogy engem lehoznak, meg nagyon sok rászorulónak segítenek, meg maszkot osztanak, meg mindenki tudja, hogy mit tesznek a városban. De lehetne egy olyan kis buszt emberekkel bérelni, ahol 2 darab ember van, tehát sofőr, meg mellette levő kollega, akik tudnának ilyenben segíteni, mert nekem például csak a lehozatal. Egyszerűen nem tudok létezni, ha nem hoznak le. Tehát én hiába tervezek Pestre egy vonatutat, vagy bárhová, ha nem hoznak le, nem tudok mit csinálni. Jaj.
Szóval a kepes az nagyon fontos, egy bizonyos téren 8 éve hoznak le, és annak idején én tartottam nem mozgássérült fórum, mert ne csak rólam szóljon, hanem sérültek fórumát. Tehát ebben vannak a vakok, nagyot hallok, és én meghívtam szintén a közgyűlésre, vagyis az akkori embereket a könyvtárba, és úgy vettem észre, hogy semmi. És akkor azt mondtam, hogy bejelentem az egyenlő bánásmód hatóságnak. Kijöttek, mindenben igazat adtak, de nem tudtak mit kezdeni, mert a Bartakovics műfházban nem tudtunk létezni, meg a másikban nem tudtunk létezni, egyikben se, meg a könyvtárban se. Szerencsére a könyvtár épül, és Bartakovics már rendben van. Még van 2 percem, vagy nem tudom, miért szólt ez a... Lejárt a 6 perc, amire lehetőség nyílt. 5 percet adhatnánk? Lejárt a lehetőség így ezzel a 6 perccel. Kivenne az elhangzottakra valaki reagálni, válaszolni? Polgármester úrnak megadom a szót. És azt szeretném majd, hát még egy nagyon fontosat szeretnék, ha lehet, hogy körülbelül 100 üzletet mondok. 95-ben nem tudunk bemenni. És nagyon sok üzletben egy darab fellépő van, és nagyon, nagyon jó lenne, ha rámpát építenének. Nem nekem, kismamáknak, nekem is, mert olyat nem kívánok, ahol 3-4 lépcső egy üzlet, de és ezt nagyon sok önkormányzati bérlő, tehát önkormányzattól bérlik a... Tisztelt Márkus úr, letelt sajnos a 5 perc. Polgármester úrnak megadom a szót, hogy válaszoljon. Jó, köszönöm. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a hozzászólást és az elmondottakat. Lesz, amire nem tudok válaszolni, lesz, amire tudok, ami a nyilvános mosdók és WC-k hiányát illeti. Én azt gondolom, hogy ez nem csak a fogyatékkal élők számára probléma, hanem minden lakos, illetve minden városunkban érkező vendég számára is probléma. Erről azt tudom elmondani, hogy 2 darab korszerű, valóban a 21. századi kritériumoknak megfelelő WC-mosdó beszerzése szerepel a költségvetésben. Ezt fogjuk is eszközölni, és az egyik az éppen az említett érsekkertben lesz elhelyezve. Nyilván nem 2, hanem adott esetben 12 is alkalmas lenne, vagy szükséges lenne a városban, de ennyi év elteltével én azt gondolom, hogyha ebben az évben 2 sikerül beszerezni, vagy telepíteni, az már egy komoly előrelépés. Ami az EVAD ZRT működtetésében lévő katonatéri parkolóházat illeti, nem tudtam ennek a gyakorlatáról, hogy ott a mosdó-WC használat az hogyan van. Le fogok ülni az EVAD ZRT-vel, és ezt a kérdést megbeszéljük. Én ezt egy kifejezetten jó ötletnek tartom, hogy az arra akár a piacon vásárló, dolgozó, vagy éppen csak arra járó, akár egriek, akár nem egriek, elvégezhessék a szükségleteiket. Ami pedig a rámpákat illeti, azzal kapcsolatban azért nehéz olyan esetben általánosságban fogalmazni. Rengeteg üzlet az magántulajdon, nincs az önkormányzatnak arra jogosítványa, hogy kikényszerítsen adott esetben. Még ha ez egy minimális beruházást jelentene is, hogy akár babakocsi, akár kerekesszékes polgártársaink gond nélkül használhassák. Én gondolkodom azon, hogy mi lehetne egy olyan átmeneti megoldás, ami szükség esetén ezt a kérdést eszközölni tudná. Láttam már olyat, akinek családon belül volt mozgáskorlátozott, vagy éppen kerekesszékre szoruló családtagja, és mivel sok volt a lépcső, és magasak voltak a küszöbök, egy egyszerű ácsmunkával, egy farámpával ezeket a lépcsőket meg tudták oldani. Szerintem a 21. században minden üzlettulajdonos meg tudná ezt oldani minimális beruházással. Meg kell vizsgálni azt a lehetőséget, hogy van-e jogilag nekünk lehetőségünk ilyet előírni. Rajtam ezek nem fognak múlni, úgyhogy én köszönöm szépen
a felvetéseket, és bízom benne, hogy tudunk érdemben lépni ezen kérdések kapcsán. Most csak a felét tudtam elmondani. Megkaptam az írásost, és amiről most nem volt szó, és amit ön fölvetett, természetesen írásban is fogunk mindenre kiterjedőleg válaszolni. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönöm én is a lehetőség. Köszönjük szépen. Kérdezem, hogy kívánne még valaki hozzászólni a elhangzottakhoz. Hogyha nem, akkor Márkos úrnak is nagyon szépen köszönjük, hogy ide jött hozzánk. A következő felszólaló pedig Namor Miklós, a Lajos Városi Lakás Szövetkezet részéről. A témái között szerepel többek között a Berze Nagy János utca forgalmi rendjének megváltoztatása, a társasházak okos vízmérő rendszerének támogatása és a galagonyás dűlő csapadékvíz elvezetése is. Kérem, hogy az időkorlátot tartsa be. Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr, tisztelt testület! Námor úr, tisztelettel megkérem, hogy maszkot a felszólalás idejére le lehet venni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. A Lajosvárosi Lakásépítés Fenntartó Szövetkezet elnökeként az igazgatóságunk kérését, a tagjaink igényét szeretném előterjeszteni. Három kérdésben. Az első, a Berze Nagy János utca forgalmi rendjének megváltoztatása. Ezen a területen a lakásszövetkezetnek 10 épületében 250 lakástulajdonos él. Az idők folyamán oly mértékben megnövekedett a gépkocsi állomány, hogy a szövetkezet területén nem tudják ezt elhelyezni, éppen ezért a parkolás céljára igénybe veszik a közutat. Egy sávot természetesen erre használnak föl. Ez sajnos balesetveszélyes helyzetet, és nem kis feszültséget okoz az emberek között. A tavasz folyamán részközgyűléseken az épület tagsága kérelemmel fordult felénk, hogy tolmácsoljuk igényünket arra vonatkozóan, hogy a Berze Nagy János utca forgalmi rendjét megváltoztassa az önkormányzat, lehetőleg egyirányosítsa ezt az utat. A második kérdésünk az okos mérési rendszerrel kapcsolatos. A vízművel való szerződéses viszonyunk szerint a vízszolgáltatás díját a épületek, társasházak udvarán lévő vízmérő adatai szerint számolják el, fizetjük ki. A költségfelosztást viszont a lakásszövetkezet a tagjai között elvégzi, és sajnálatos módon évtizedek óta óriási problémát jelent az, hogy a mellékvízmérők és a főmérők közötti vízdíj különbözet felosztása az bizalmatlanságot okoz, és egyéb feszültséget a tulajdonosok között is. Azt szeretném kérni, amit már korábban is előterjesztettem én, hogy az országban több vízmű területén és több városban az okos mérési rendszert vezették be. Ennek az a lényege, hogy a lakásokban a meglévő almérők helyett egy rádiófrekvenciás távadósórát helyeznek el, ami egy boxba továbbítja időnként a jeleket, és végül egy központba ezt feldolgozzák. Ez a központ alkalmas arra, hogy a vízdíjat lakásonként meghatározza, számlázza. Néhány épületünknél már kipróbáltuk ezt a rendszert. Gyakorlatilag a vízórákat lehet bérelni is, és a rendszert meg is lehet venni. Abban kérnénk az önkormányzat segítségét, közreműködését, intézkedését, hogy ha lehetőség van rá, a közeljövőben Eger városában is egy ilyen rendszert valósítsanak meg, és ebben a szervezésben a társasházak és lakásszövetkezetek megyei szövetsége részéről mi szívesen közreműködünk. A harmadik témakör
az már szakállas ügy, a városrész fölött helyezkedik el a Galagonyás dűlő. A Galagonyás dűlő valamikor a TS tulajdonában volt, és ott korszerűen művelt terület, meliorációs utakkal és vízelvezető árkokkal volt ellátva, de több tíz éven keresztül kis parcellás művelés van, ezekre a műtárgyakra nem nagy gondot fordítottak, és eltűntek. Ezért szeretném kérni azt, hogy ennek a földterületnek a csapadékvízelvezetésével kapcsolatban egy átfogó vizsgálatot kellene készíteni, és ezt a kérdést megoldani, ugyanis a város részben a lezúduló víz a földet lehordja, és eltömíti a csatornáinkat és az utat is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a felszólalást, és kérdezem, hogy az elhangzottakra kíván-e valaki reagálni. Bárdos Zsolt úrnak átadnám a szót a vízműrészéről. Tisztelt polgármester úr, képviselőtestület, tisztelt közmeghallgatás! Örömmel hallottam a hozzászólásnak a vízművel kapcsolatos részét, és azt szeretném először is elmondani, hogy a szerződések alapján mindenhol, így Egervárosban is a szerződött partnereinknek, felhasználóknak hitelesített, érvényes hitelesítésű mérőkön keresztül szolgálunk, és amit ön elmondott, arra azt szeretném mondani, hogy több mint 4000 felhasználási hely van Egerben, ahol okos mérővel szolgáltatunk. Ez azt jelenti, hogy egy gépjármű elhalad az épületek előtt, és a lakosok, felhasználók, illetve gazdasági tevékenységet folytatók zavarása nélkül nyerjük ki a jeleket. Tehát amit ön fölvetett, ön nyitott kapukat dönget, mi ebbe anyagi lehetőségeink figyelembevételével az elmúlt években elindultunk. A másik kérdés, amire válaszolni szeretnék, a lakásonkénti mérés. Itt kétfelé kell választani, műszaki és jogi kérdésre. A műszaki kérdés és a jogi kérdés összetartozik. A Magyar Víziközmű Szolgáltató Ágazatot szabályzó jogszabályok azt írják elő, hogy hol van a szolgáltatási pont. A szolgáltatási pont a mérőnél van, és az önkormányzat tulajdonosa a közüzemi vezetékeknek, valamint a bekötő vezetékeknek. Épp ezért társaságunknak az az álláspontja, és ez a szakma elfogadott gyakorlata is, és ez mutatja, hogy ez egy nagyon jó megoldás, hogy aknában vagy a társasház közös helységében helyezzék el a lakások vízmérőjét. Ez elindult egy folyamat, most már az új építésű lakásoknál gyakorlatilag mindenhol ez történik. Természetesen amik régebben épültek társasházak, de azoknak is a felújításánál szeretnénk fölhívni és felajánlani a segítségünket és fölhívni a figyelmüket, hogy amikor felújítást végeznek, akkor javasoljuk és segítségükre fogunk lenni, hogy valamilyen közös helységben elhelyezzék a mérőket, ennek több előnye van. Egyrészt megszűnik az, amit ön is említett, az a bizalmatlanság egymás között. Valamint amennyiben a mi általunk használt mérőkre van jogszavatosság és előírás, ez jelenleg 8 év, addig a lakásokban lévő mérőknek a csereperiódusa nincsen szabályozva, tehát gyakorlatilag bármennyi lehet. Ez egy műszaki terméknél eléggé érdekes kérdést vethet föl. Amennyiben az összes lakásnak a fogyasztott vízmennyisége nem egyezik meg a mi mérőnk által, amin szolgáltatunk, akkor a köztelévő különbözetet ugyanúgy ki kell számláznunk, tehát nem tartunk sehol, csak egy másik összeget kell szétosztani valamilyen szabályok szerint a lakosoknak vagy a felhasználóknak. Épp ezért ezt mondjuk, hogy ez a jó, hogy mindenkivel külön szerződésben vagyunk, ugyanúgy, mint egy családi házas övezetben. Van még egy óriási előnye, megszűnik a társasházkezelőknek az a feladata, hogy az esetleges nem fizetőkkel kapcsolatban eljárjanak, valamint
amennyiben mégis az történne, hogy valaki nem fizet, akkor a szükséges korlátozást nem a társasház nem fizetése, hanem valamely lakásnak a nem fizetése miatt csak arra a lakásra korlátozva kell eljárnunk. Én ennyit szeretnék mondani, és azt gondolom, hogy mind az északi lakótelepen, mind pedig akár az önök által üzemeltetett és említett területen, a Veres Péter utca jut eszembe, ott 96 lakásos társasházban minden lakással külön állunk szerződésbe, ez most már 7. éve üzemel ez a rendszer, ott abban, és azóta semmilyen panasz észrevétel nincs. Én mindenkinek javaslom még egyszer, és megköszönve a hozzászólását, hogy bátran bizalommal forduljon hozzánk, és próbálunk műszaki tanácsadással segíteni. Köszönöm szépen. Bárdos úrnak nagyon szépen köszönjük, most pedig Sós Tamás képviselő úrnak adnám át a szót. Köszönöm szépen. Több éves problémáról beszélünk, a Berzen Nagy János utca kapcsán szeretnék hozzászólni, vagy reflektálni. Az elmúlt időszakban több lakossági fórumot tartottam a Lajosváros közlekedési gondjaival kapcsolatosan. Az utolsó ebben a hónapban, jövő hét hétfőn 28-án lesz, 17 órától, a Hunyadi Mátyás általános iskola udvarán, egy filagóriában. Nagyon szép számmal voltunk az elmúlt időszakban. Ezen a héten több mint 40-en, előtte való héten meg közel 40-en voltunk. Én azt gondolom, egy városrésznek a problémáira, hogyha egy ilyen közösség össze tud jönni, az egyfajta felhatalmazást ad a körzet képviselőjének és arra, hogy eljárjon akár a városüzemeltetés, akár a polgármester úr, illetve a vezetés felé is ezt a történetet menedzselje. Magam részéről ismerem a problémát és támogatom, de szeretnék személyesen is beszélni az ottani lakosokkal, és a fórum címe is az, hogy beszéljük meg. Én azt gondolom, hogy nem csak erről, hanem más dologról is fogunk tudni ott értekezni. Magam részéről támogatom. Köszönöm szépen. Sós Tamás képviselő úrnak nagyon szépen köszönjük, és Námor úrnak is a felszólalást és a felvetéseket. Köszönjük szépen. A következő felszólalási jeggyel szólítom Mácsainé Árva Annát, ő a Bercsényi Miklós utcából érkezett, és köszönetnyilvánítása a körzet képviselőinek az egyik témája, a másik pedig idéglenes buszmegálló véglegessé nyilvánítása. Kérem, tartsa be az időkorlátot, és megadom a szót. Jó napot kívánok! Mácsainé Árva Anna vagyok, Hajdúhegyen a Bercsényi utcában lakom. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Köszönetet szeretnék mondani Berec Mátyás képviselő úrnak, alpolgármester úrnak. Egy szűk két hét alatt sikerült megcsináltatnia ezt az ideiglenes autóbusz megállót. Igen nagy segítség ez az ott élőknek, hisz nem csak autóval járnak, nem csak fiatalok laknak ott, hanem ugye tudjuk, hogy előregszünk most már lassan a Hajdúhegyen és mint általában Egerben mindenütt. És egy tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm én is, és az ott lakók nevében mondhatom, mert mindenki nagyon-nagyon hálás ezért. Egy ötlet nem tőlem származik igazából, én csak tolmácsolom, hogy meg lehetne ezt csinálni, hogy legyen az mostani ideiglenes megálló az állandó megálló, és ami benn van a Mikeskelemen úton, legyen az egy ideiglenes megálló. És itt ragadnám meg az alkalmat, hogy tisztelettel meghívnám polgármester urat és a képviselő hölgyeket és urakat egy laza egri sétára. És legyen ez az önök dolga, hogy mikor, melyik napon és milyen időszakban sétálunk, szeretnék ott lenni én is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Viszontlátásra! Köszönjük szépen, még mielőtt elmenne, azért szeretném megkérdezni, hogy valaki kíván-e hozzászólni a felvetéshez és a polgármester úrnak megadnám a szót. Köszönjük szépen Berec Mátyás alpolgármester úr nevében is, és majd nyilván átadjuk neki a köszönetnyilvánítást. Hát, hogy nem tudom, hogy milyen célzatú sétára lettem meginvitálva, de természetesen nagyon szívesen élek azokkal a lakossági igényekkel, amik fölmerülnek akár probléma kapcsán, akár más kapcsán. Hát rajtunk ez nem fog múlni. Köszönöm. Szó szerint egy séta, és szeretném, ha megismernénk Egernek az utcáit, járdáit. Olyan hullámos, mint a Balaton. Köszönjük szépen, meg fogjuk tenni. Köszönöm. Minden jót kívánok.
Köszönjük szépen a felszólalást. Következő felszólalási jeggyel pedig Lehotai Árpádné. Elsőként szemetes a város felszólalása, a második témája pedig a Barkóczi és a dr. Nagy János parkoló és járda. Megadom ennek a szót, és kérem, tartsa be ön is az időkorlátot. Köszönöm. Jó napot kívánok, tisztelt közgyűlés! Lehotai Árpádné vagyok, és az ő városgondozáshoz lenne nekem egy kérdésem, hogy a múltkor azt mondta az igazgató, hogy bekinyott szemmel járjunk a városba. Hát én egész születésű vagyok, felmenő szüleim, mindenki egli volt. Nem fogok csukott szemmel járni. Egy, tényleg szemetes a város, egy év alatt rejtentő sokat változott lefele, nem fölfele. Nem világos, nem élhető városunk. Sok felől, sok mindenkitől hallom. Ez az egyik. A másik, nagyon szemetes a patak, az nem tudom, kinek a feladata lenne, de az jó lenne teljes egészében, az egész városon keresztül menve kitakarítani. Nagyon sok benne a törmeléktől fogva az ajtókig, és hagyd nem mondjam, hogy mik. Hogy azt nem lehetne teljes egészében átkotorni. A másik, hogy a bicikli úton is, én nagyon sokat járok gyalog, és ezt azért mondom, én a Csebokszáriba járok gyalog, a boltba, kirándulni, városon keresztül, mindenfele. De ami a bicikli úton is van, hogy már ott a padoknak csak az alváza van meg, a beton, azon kívül semmi. A szemét, az ott mellette, a szemetesek nincsenek kiürítve. Eddig voltak dolgozók. Hova lettek a városi dolgozók, akik ezt így megcsinálták, hogy a városban szemét nem volt. Én láttam nem egyet, nem kettőt, a buszmegállókban mindenhol ott voltak. Úgy a felsőváros, meg a belváros, meg bármelyik részén a városnak. Most éppen, hogy nem is látni őket. Hogy ezeket az dolgozókat nem lehetne újból, vagy én nem tudom, hogy hova lettek alkalmazni, és tényleg egy élhető, virágos várost alakítani továbbiakba is. A másik még az, ami ide tartozna, hogy a Barkóczi, én ott lakom a Barkóczi és a dr. Nagy János utca környékén. Máma is hallottam, az idős néni jött kifele a kapuból, és jön, azt mondja, aranyoskám, azt mondja, ezt a járdát nem lehetne valahogy megcsinálni, mert ez már veszélyes. Öregek laknak azon a részen, a kettőtől a négyig, az a szakasz, az nagyon borzalmas. Olyan lukas, olyan mélyedései vannak, hogyha az a térre így marad, az öregek el fognak esni, nem csak az öregek, hanem a fiatalok is. Hogy ezen lehetne-e még az idén, és a parkoló az szintén, az is úgy gondolom felújításra szorulna, mert ott az katasztrófa, ami ott van. Én mindig attól félek, hogy valakinek úgy teljes egészében a lendülettől nekiugrik. Tehát, mert ugye bakkanós a parkolója. Hogy nem lehetne ezen is változtatni. Köszönjük szépen, hogyha ennyi volt a felszólalás. És akkor kérdezem, kívánne valaki hozzászólni? Polgármester úr, megadnám a szót. Köszönöm szépen, és köszönjük szépen az észrevételeket. Annyit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogyha plusz 200 embert 0-24-ben tudnánk alkalmazni, szemét takarítás címén, sajnos akkor sem tudnánk 100%-osan megoldani, mert nagyon sok felelőtlen ember van, aki sportot űz az illegális hulladéklerakatból és a szemetelés különböző formáiból. Nagyon sokféle formában próbálunk tenni az ellen, hogy ez visszaszoruljon. Kamerák, plusz kamerák kihelyezésével, kamerás autók üzembeállításával. Ez az, ami nem mosolyogjon frakcióvezető, nem olyan vicces, ez szerintem nem szeretnék ebből most politikai csatározást sem vitát generálni. Az emberi butaság ellen küzdeni talán a legnehezebb. Abszolút értem, és
mindenki tapasztalja azokat a köztereket, amelyek szeméttől mentes, szeméttel telítettek. A város gondozás emberei folyamatosan dolgoznak. Ennek ellenére még egyszer mondom, hogy ha sokkal több embert lennénk, valószínűleg azzal sem oldanánk meg 100%-ban, de dolgozunk rajta. Ugyanakkor, ami a parkolók, járdák, utak állapotát illeti, nyilvánvalóan ezek nem az elmúlt hónapok történéseinek következtében ilyenek. Ezek a felújítások hosszú-hosszú évek óta adott esetben vannak olyan utcák, meg járdák, amelyek évtizedek óta váratnak magukra. Azon vagyunk, hogy forrást találjunk azokra, hogy ha nem is fontossági sorrendben, de minden városrészt hasonló mértékben érintve ezeket a kritikus köztereket rendbe tegyük. Úgyhogy azért nem merek konkrétumot ígérni, mert utána, hogyha vagy forrás, vagy más ügyből kifolyólag nem teljesül, akkor nyilván ezt úgy éli meg a város, vagy az érintett lakókörnyezet lakossága, hogy átverjük őket, dolgozunk rajta minket. Azt gondolom, hogy ezt talán pártállástól függetlenül mondhatjuk, ugyanúgy zavar minden képviselőt, és szerintem minden egrit ez az állapot, leszámítva talán azt, vagy azokat, akik ezt rendszeresen elkövetik, mert sajnos sok ilyen van a városban, de igyekszünk mindent megtenni ez ellen. Köszönöm szépen. Polgármester úrnak köszönjük szépen. Orján Sándor képviselő úr, megadom a szót. Köszönöm a szót. Hát egyáltalán nem szeretném, hogy a közmeghallgatás valami fajta politikai vitává fajuljon itt köztünk, de azért egyszerűen nem tudok elmenni anélkül, hogy szóvá ne tegyem az igazságot, amikor hallgatjuk a polgármestert arról, hogy kevés lenne plusz 200 ember is 0-24-ben. Hát polgármester úr, higgyel, elég lenne a szemét összeszedésére. Egyébként a kérdés és a felvetés az állampolgár részéről arra vonatkozott, hogy miért romlott az elmúlt egy évben az állapot. Nem az a kérdés, hogy megoldják-e holnap reggel egy csapásra varázsütésszerűen. Ilyenkor érdemes lenne legalább a felelősséget legalább egy picit elismerni. És pont önök beszélnek arról, hogy térfigyelő kamerákat és kamerás autókat helyeznek ki. Hát önök voltak azok, akik a költségvetésben radikálisan megtizedelték a térfigyelő kamerák telepítésére, rendelkezésre álló keretet. Ezek önök voltak, polgármester úr. Érdemes lenne ezekért a dolgokért a felelősséget vállalni. Még egy technikai kérdésem. Frakcióvezető úr, az a helyzet, hogy közmeghallgatás zajlik. Önnek nem kellett volna kivonulni a közgyűlésről, és elmondhatta volna azokat, amelyeket nyomják a lelkét. Én szeretném most a lakosságot meghallgatni, és a lakosságnak válaszolni. De nem a kérdésre reagál, az a probléma. Igen, én elmondom, hogy azért romlott a városban a szeméthelyzet, mert csökkentették a forrásokat, igenis kevesebb pénzt költenek térfigyelő kameráknak a beüzemelésére, és igenis kevesebb ember kevesebb órában szedi a szemetet. Ez a probléma, és nagyon jogos volt a felvetés. Még egy technikai kérdésem lenne, bocsánat. Az egyik lakos nem tudott eljönni a mai közmeghallgatásra. Gömöri Józsefnéről van szó, aki elküldte a felszólalását. Nekem arra kért, hogy vagy én, vagy valaki olvassa ezt föl. Nem tudom, ezt milyen formában lehet megtenni, mert nem hozzászólóként vagyok itt, nem lakossági felszólalóként, hanem képviselőként, de szeretném ezt valamikor felolvasni az ő nevében. Nem tudom, erre hogy van technikailag lehetőség. Köszönöm szépen. Az aljegyző úr közben jelezte itt, hogy erre így nincsen lehetőség, mert megadnám neki a szót. Köszönöm. Köszönöm a szót. Az alapokmány szerint a közülés, vagy a közmeghallgatáson résztvevő állampolgárok tehetnek felszólást, tehát az írásbeli felszólásokat az eddigi gyakorlatnak is megfelelően nem engedélyeztük. Köszönöm szépen. A közmeghallgatás folytatásában szintén megkérnek mindenkit a szabályoknak a betartására, a személyeskedés elkerülésére, és természetesen emellett párbeszédre sincsen lehetőség a közmeghallgatáson. A felszólalók kérdéseket, illetve felvetéseket tesznek fel, ezt követően pedig vagy most szóban kapnak erre választ, vagy pedig írásban 15 napon belül. Köszönöm szépen, ezek betartását érdemes figyelembe venni. Most pedig a következő felszólaló Jósvai László. Az M25-ös út az egyik témája, a másik pedig a Kertész utca. Jó napot kívánok! Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Egy hónappal ezelőtt hasonló dologba szólaltam fel, de viszont az a két perc annyi volt, mint amennyi. Most úgy gondolom, hogy egy kicsit szeretném
kitágítani, kibővíteni ezt a gondolatmenetet. Azóta, mert úgy ismernek itt Eger-Eger környékén, egy kis felmérés is készítettem következőképpen, hogy alátámasszam, amiről akkor beszéltem. Ez a 25-ös út a Keresendi M3-os szakaszáig, még most ugyan X-el le van takarva a díjfizetés, de szeretnénk, hogy örökre is úgy lenne, hogy arra ne kelljen fizetni. Következőképpen támasztom alá Ósztól Pétervásáráig, Okocentrumtól Jászberényig. Tudnék, összeköti ezt az utat a 25-ös, 24-es, 31-es, 33-as, nagyon-nagyon fontos dolgokat mondok vele. Ez akkor a közlekedési forgalmat bonyolít, hogy azt most érezzük, mióta dínékű autózhatunk. Még egy másik dologgal is szeretném alátámasztani, és vettem a fáradtságot, mert azóta eltelt polgármester úr egy hónap. Tehát én nem sajnálom az időt, energiát, mint másokkor is, bármi problémám volt valakinek a környezetemben. Következő helyzet. Kerecsenden a zöldekről is beszélgessünk, vagy a baleset veszélyű, mert láttam itt a kapitány urat, statisztikák fogják bizonyítani, hogy Kerecsendre ötöd része gépkocsi közlekedik a régi Kerecsendi úton. Tehát a halálút, ami kijelöltük valamikor halálútnak, meg a rendőrség statisztika szerint is, hogy nagyon sok baleset volt, állni ősszel, télen csúszik, mászik. Tehát kanyaros, mindent elkövettek, ilyen korlátot, olyan korlátot, gyorsítósávot, mindent, és ott mégis maradt halálút. És érezhetően kicsi a forgalom azon az úton, hál' Istennek, hogy nem halnak emberek. Következőképpen szeretném alátámasztani, zöldekkel is, útkor is hozzászóltam, hogy a bicikli út mellett mi ne arra szóljunk Andornakon, mert vissza fogunk térni rá, Andornak és Makrára. Én most számottevést tettem, itt a környezetben Pétervásárától Ózdig, a Jászszent Andrási kempingtől az Okucentumig, mert ismerőseim vannak, mert ugye koromnál fogva is sokan ismernek, ez is, az és a Malacos Laci és meg egyébként is. Hogy ez körülbelül 80 ezer embert, vagy 110 ezer embert szolgál ki ez az út. És vissza fognak menni a régi útra, Andornak meg Maklára. Na most nincs is azzal semmi baj, de mivel elkészült ez annyibú, mint amennyibú évtizedeket várt rá a város is, meg a környezet lakók is, ez az út már nem lesz megcsinálva. Könnyebb lesz kitenni, gyakorlatból beszélek, egy 20 kilométeres, meg egy 30 kilométeres táblát, és ottan arra szólnak a biciklisek közt, meg egyebek, szóval ez vicc. Tehát még egyszer nyomatékosan szeretném felírni a környező lakosság nevében, mert én most vettem egy hónap fáradtságot, azt telefonomat ismerik sokan, és gyűjtöttem adatokat, hogy mindegy ki a fenntartója ennek az egésznek, el kell érni azt, mint Gyöngyös, Hortig, nem kell fizetni. Az volt az első út, talán még az országban is, 45 éve. De nézhessük Jászberényben, meg egyebek, ahol értelemszerűen alakították. Örülünk neki azért, hogy olyan helyen van, mint amilyen, ez már én nem ragozom, mert akkor is ott volt, amikor az első alapkövet, csak tárgyalás szinten itt tárgyalták, hogy nem jó helyen van, de ez már történet, ez így is úgy lesz. Avval kérem tisztelettel a testületet, hölgy és urak tagjait, hogy mivel ti minket képviseltek, és Egerváros környékét is, polgármester urakkal is beszélgettem, akit úgy elértem, és helyeselték, hogy ezt érjük el közösen, mindegy, hogy ki a mi áfánkból van, mi vagyunk az állam, mert fogyasztója vagyunk a társadalomnak, hogy addig ne kelljen fizetni. Egy. Köszönöm szépen. Azt hiszem úgy, most ez egy kicsi időt kaptam ahhoz, hogy egy kicsit alátámasszam, és az egy hónap alatt annyi adatot összegyűjtöttem, hogy tudok vele érni. Másik a Kertész utca. Hát ez egy kaotikus állapot. Hát, hogyha azt mondom, hogy csúcsidőben a K2-es útig áll a forgalom, ezért meg azért, nem azért, hogy az úszodánál csinálják az utat, mert sok a jármű, valahol át kell engedni Egeren. Reggel ugyanez a helyzet, ez szörnyű, oda-vissza. Tehát elmentem, megnéztem, 25 percbe kerül a K2-t, mire megfelelzítsük a malmot.
nem tudom hányszor alaszorul, megint az ördög. Akkor kit szolgál az az út, útkereszteződés? Akkor mondtam, és nagyon fájt a képviselő uraknak, meg helyszíni szemét is tartottak valók, hogy egy körforgalmat kellett volna csinálni, mert az be van bizonyítva, sose lesz baleset, és most is rajta kell lenni, úgy fog járni, mint a Nagy Imre úr a kőlyuknál. 10 milliói megcsinálták, 10 év múlva 20 milliói lebontották, azt csak egy főcsomót kellett volna összetúrni, nincs benne műtár, nincs karbatartás, műszaki ember vagyok, tehát tudom azt, hogy mi egy rendőrlámpasort karbatartani, és mindenki közlekedik úgy, ahogy jónak lássa. És nincs benne baleset. Sajnos bontással kell kezdeni. És most adtuk át. Köszönöm szépen a türelmet is, hogy meghallgattak, és a következőben is örülök neki, hogy vannak lehetőségeink, hogy megszólalhassunk a lakosság nevében. Köszönöm még Jósfő úrnak, nagyon Isten szépen köszönöm. Köszönjük szépen Jósfő úrnak, és polgármester úr kíván válaszolni, úgyhogy megadnám neki a szót elsőként. Ja, bocsánat, köszönöm. Kérek, kaptam egy levelet is, elnézést kérek, és köszönöm a Gál úrnak, polgármester úr. Ezzel kapcsolatban nem egyértelmű ez az egész dolog. Köszönöm, hogy egy kicsit. Köszönöm szépen a... Azért mertem szólalni most. A hozzászólást és az észrevételeket. Maximálisan egyetértek a M25-ös tekintetében. Azt azonban félve jegyzem meg, hogy a maximum, amit mi tehetünk, hogy adott esetben az érintett települések polgármestereivel, az ottani közgyűlések határozataival, vagy egy közös határozatot hozunk, csak kezdeményezni, kérni, formális és informális úton lobbizni tudunk, hiszen az M25 az állami tulajdon, nem mi vagyunk a fenntartói kezelői. Arra én a magam részéről tudok ígéretet tenni, hogy az érintett polgármesterekkel ezügyben fölveszem a kapcsolatot, találjuk ki, hogy legyen az adott esetben egy ugyanaz a határozat minden érintett település közgyűlésén, és azzal forduljunk adott esetben a fenntartóhoz, vagy külön-külön egy levél formájában, együttes aláírással, én ebben nyitott vagyok, meglátjuk, hogy mire jutunk, szerintem ebben minden polgármester partner lesz, településtől függetlenül. Hát ami a kertészutat illeti, azt pontosan tudjuk, hogy ott a sasúti kereszteződés, ott az a csomópont és az a lámpa okozza részben azt a hatalmas torlódást, azt nagyon jó lenne valamilyen formában, megnyugtató módon hosszú távra rendezni, és még bele sem merek gondolni abba, hogyha a jövő évben elindul a kertészút faltól falig történő felújítási, kivitelezési munkálatok, az milyen közlekedési káoszt fog még pluszban okozni a városban. Azt mindenki pontosan tudja, hogy itt a legkisebb útkarbantartási, bármilyen beruházás az egész városra kiható forgalmi problémákat szokott okozni. Én örülnék a legjobban, hogyha sikerülne azt a csomópontot ott rendezni úgy, hogy az átmenő forgalom az ne ilyen formában történjen. Én is rendszeresen bele szoktam szaladni ebbe a 25 perces áthajtásban vagy átközlekedésben. Nem egy egyszerű művelet. Én nagyon örömmel veszek bárkitől javaslatot erre, hogy hogyan tudjuk hatékonyabbá és gördülékenyebbé tenni, de jelenleg szerintem senki nem olyan okos, hogy azt a kereszteződést ott hogyan váltsa ki, hogy hogyan tudjuk meggyorsítani. Kétségtelen, hogy a legjobb egy körforgalom lenne, viszont a vasút miatt az finoman fogalmazva is problémás. Ha lehetne egy alul vagy felüljáró, az meg méregdrága, megint csak a vasút problémájába ütközünk, szóval nem egy egyszerű a művelet. Egy tőmondatot az egész erejéig. Én bocsánat, Jósfehér, bocsánatot kérek, csak párbeszédre most nincsen lehetőség. Bocsánatot kérek. Akkor javasoltam a csírájába, hogy most is ugyanúgy működik a vasútnak a kitiltása az egész lámparendszerből, és nem kellett volna a lámparendszer, hanem ugyanúgy kitiltaná ugyanazok a vasúti lámpák ezeket a járműveket. Kész. És bocsánatot kérek, mert így kerek a kép, mert hál' Istennek Habis Lacival is okoskodtam. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen a türelmét is. Köszönjük szépen. Hát ez köszönjük egy szépen, állapot. És most átadnám a szót dr. Pápai Ákosnak. Köszönöm. Nagyjából mindennel egyet értek, viszont még az előzőnél nyomtam gombot. Én azt javaslom, mivel ilyen visszatérő probléma a település köztisztasága, hogy fontolja meg a többségi frakció, hogy egy eseti bizottságot állítson föl ennek a problémának a megoldására, mert hónapról hónapra felmerül ez a probléma közgyűlésen is. Köszönöm szépen.
Képviselő úrnak nagyon szépen köszönjük, és ezzel együtt Jósfai úrnak is köszönjük szépen a felvetését. A következő felszólalási jeggyel pedig Orovec Tamás szólítom. A most épült, még át nem adott tetőtér során kialakított tető úgy épült meg, hogy hóval borított állapotban közvetlen élet és baleset veszélyes. Ez a témája. Megadom Orovec úrnak a szót, és javaslom, hogy a maszkot a felszólalás idejére nyugodtan le lehet venni. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Orovec Tamás vagyok, a Bercsényi úti társasháznak az épületnek a küldöttje, illetve a Lajosvárosi Lakásépítés Fenntartó Szövetkezetnek az igazgatóságának a tagja. Nyilvánvaló, hogyha majd elmondom a mondókámat, akkor ki fog derülni, hogy miért vagyok itt, és hát az az igazság, próbáltam én ezt a problémát saját hatáskörben megbeszélni, illetve megoldani, de sajnos nem jutottam előre. Tehát a lényeg az, hogy elhatároztuk annak idején még ifjú képviselőkoromban, hogy tetőtérbeépítéssel megnöveljük az épületnek a magasságát, illetve több lakást alakítunk ki. És hát lényeg az, hogy ennek során ugye ez egy eléggé elhúzódó beruházás volt, 2008-ban kellett volna kész lennie, de még valójában most sincs 2020-ban. Nincs átadva beruházás, ennek ellenére laknak bent lakók, nem tudom, hogy ez mennyire, hogy történhetett, vagy hogy szabályos, vagy hogy nem szabályos. A lényeg az, hogy a tetőszerkezet, amit kialakítottak, hóval borított állapotban közvetlen élet és baleset veszélyes. Többször fizettünk ki kártérítést a társasház pénzéből, aminek csak egy részét téríti úgy a biztosító, hogy nyilván ez beépít a későbbi díjakban. Volt olyan autó, ami teljesen totálkárossá vált, amikor a hó ráesett, ebből bírósági tárgyalás is született, ennek az autónak a kárkivizítése körülbelül a lakó költségében olyan 750 ezer forint volt. Kíváncsi vagyok, mi történik, ha majd egy másnapos, majd felső kategóriás kodávra fog egyszer ráesni a hó. Vagy ne adj úristen, mi történik, ha egy emberbe vagy emberéletbe sikár. Volt, hogy lefotóztam a havat, illetve az állapotokat, és bevittem az elnök úrnak, megmutattam neki. Reakciója az volt, hogy abban a pillanatban emelte a telefont, aztán hívta a tűzoltóságot. Nem tudom, hogy erről van a hivatalos nyom, vagy csak úgy kint voltak, de lényeg az, hogy elég nagy munka volt, és hát nem emlékszel, lehet, hogy egy napba bele se fért, mire megszabadították a tetőszerkezetet a hó és a jégrétektől, csak arra leszek kíváncsi, mi lesz, hogyha, mert ez nem az van, hogy egyszer leesett, és akkor lejön, vagy néha lejön, nem. Ahányszor a hóréteg felépül, azután annyiszor van. És felmerült bennem, hogy mi lesz, hogy jó, most egyszer kint voltak a tűzoltók, rendesek voltak, ingyen és bérmentve megcsinálták, de mondom, kérdeztem, hogy mi lesz, hogyha majd egyszer esetleg jönni kell, akkor gondolom, hogy ez milliós tétel lesz a munkából ítélve, mert ugye csak egy kiszállás is 300 ezer forint, mondom, ki fogja kifizetni, vagy csak erre fogunk majd gyűjteni minden egyes évben, hogy a tetőszerkezet, mert akkor ott már nekünk csak a tetőszerkezetet kell majd üzemeltetni, más nem is. Egy legnagyobb meglepetésem az volt, sokszor ígérték, hogy majd megoldják, átnézik. Én javasoltam, hogy hívjuk ki a Lindab szakemberét, meg akitől az szerkezeteket vásárolták. A szakember ugye nyilvánvaló rögtön megmondja, hogy mi a helyzet. Egyébként én sejtem, hogy mi a helyzet. Nyilvánvaló, hogy azért tart itt a dolog. Egyik nap mentem haza, jó, csodálatosan kitábláztak mindent, ha az útveszély volt, a garázsokat besorszámozták, mert tudni kell, hogy az épületnél jelentős gyalogos forgalom van, tehát az országos építésügyi szabályzat az kimondja, hogy amelyik tetőszerkezet övvonal alatt gyalogos forgalom zajlik, ott meg kell akadályozni a hullecsúszását, tehát ott nem törekedni kell rá, és az a baj, hogy ez egy középmagas épület. A hó nem csak az övvonalnál zuhan, a 6.-7. emelet magasságából, hanem bárhová zuhanhat úgy, hogy minimum lemezlapát kell utána a fellapátolásához, mert ugye abból a magasságból az, amikor lejön, hát én nem kívánom ecsetelni a hanghatást, de van olyan, mint amikor a Monteveresten lavina van. A lakóknak legalábbis akkora robajjal jár, hogy arra biztos, hogy felébred mindenki. A tetőtérben egyébként, mert ez a beruházás megállt, elakadt, a csók lakásépítési program mentette meg a dolgot, hát ami aztán még tetézi a bajt, mert ugye most már minden egyes lakásban 30 lakást csináltak, egyébként a lakások valóban nagyon jó, szépek, nagy luxus lakások vannak közötte, csak egy a baj, hogy minden 30 lakásban szinte sok gyerekes, dolgozó szülők laknak, tehát most azt jelenti, hogy majd hogy fognak ezek a gyerekek ott közlekedni, mert van egy olyan probléma, hogy a hónak nem az van, hogy az ő vonalnál zuhan le, bárhová lezuhanhat, mert a tetőnek az alakja olyan, hogy szinte az egész területet érinti, és hát megmondom őszintén, hogy ebből kifolyólag
egy olyan kellemetlen helyzet állt elő, hogy számunkra megszűnt a parkolási lehetőség is, mert addig úgy volt, hogy például nekem van egy garázsom, ami befér egy nagyobb autó, a garázs elét meg elfér két kisebb autó. Most ott van, hogy három darab autó helyett egyet fogok tudni elhelyezni majd, de már mostan állapotok vannak, ugye, hogy kaotikus, hát hogyha télen nem lehet majd oda autóval bemenni se, akkor csak azt tudja az autóját lerakni, akinek garázsa van, illetve az épület előtti egy sor parkolóba lesz hely, hát ott még verekedés is lesz szerintem. Kihívtam a képviselőasszonyt egyszerre, akivel végigjártuk a parkolát, parkolási helyzetet kijellemeztük, ami aztán részközgyűlésen az elnök úr kifejezte, hogy ezt a tettemet nekem soha nem fogja megbocsájtani, annyiból örülök neki, hogy ugye ott emlékszünk rá, nem lehet kialakítani parkolóhelyet. Ezzel szemben a mostani részközgyűlésen szavaztunk arról, valamikor, amikor ez a beruházás elindult, kifogásolták az alsó lakók, és ebből demonstrációt is tartottak, nekem petíciót kellett átvennem, a rendőrség biztosította a dolgot, és már megmondom őszintén, én meg is ígértem, meg ugye a zöld terület, hál' Istennek egy hektáron terül az épület, és a szomszédoknál ugye egy eléggé elburjánzott növényzet van, egyébként a térképen is zöld területnek van jelölve, és az, hát elől nem is szeretnénk kialakítani parkolót, mondtuk is, hogy ezt már lefújtuk. Ezzel szemben részközgyűlésen 13.100.000 forintért, ha gondolnánk, megcsináljuk a parkolót. Lényeg az, hogy én kértem volna a terveket, mint igazgatósági tag, nem kaptam meg. Tehát igazából megmondom őszintén, ami sérelmez ezzel a dolgot, hogy igazából előre haladni se tudok, mert nem nagyon van meg az együttműködés. Hát lényeg az, hogy mostani részközgyűlésen már ott tartott a dolog, mert azért próbálom ezt a helyzetet megoldani. Például többfajta kísérletet tettem már az elnök úrnál is. Nagyon érdekes volt, igen, akkor itt akkor el kell, hogy mondjam, hogy te sőt, akkor azt mondom, hogy az elnök úr is egyszer mondott, fogd már a pofádat mindezt részközgyűlésen, akkor képzelhetik, milyen egy igazgatósági ülés zárt ajtók mögött. Hát én nem is kérnék választ polgármester úrtól, csak azt kérném, hogy amikor ez az átadási folyamat lezajlik, illetve gondolom majd a különféle hatóságok, katasztrófavédelme, meg egyebeknek egy ilyen építkezés átadás átvételkor kell eljárni, alaposan járjanak el. Nagyon szépen köszönöm. Orovec úrnak nagyon szépen köszönjük, polgármester úr pedig hozzá kíván szólni. Köszönjük. Amíg el nem, csak nagyon röviden válaszolok, hogy természetesen a fölmerült problémákat annyit tudunk tenni, hogy továbbítjuk a járásnak, illetve a katasztrófa védelemnek, hiszen nem csak a társasház magántulajdon, hanem még az azt megelőző, vagy az előtt lévő terület is magántulajdon. Nekünk ebben illetékességi jogunk nem sok van, viszont továbbítani fogjuk. Így van, csak az életveszélyes állapot miatt kértem, hogy a hatóságok megfelelően járjanak el. Rendben. Tudjanak róla. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük Orovec úrnak. Most pedig a következő felszólalási jeggyel szólítom Edgar Szelimit, a témája pedig a polgármester választási programja és városi ügyek. Szólítom, hogy fáradjon a mikrofonhoz. Indul az óra, vagy? Jó, üdvözlök mindenkit, szép délutánt kívánok, köszönöm a lehetőséget. Hát akkor kezdeném is a polgármesteri kampány során vállalt nem ígéretekkel, hanem vállalásokkal, hiszen sötét betűvel ki is volt az konkrétan emelve. Elektronikus népszavazás intézményének bevezetése, ügyfélkapunk keresztül talán így volt ez megfogalmazva. Hát erről se hír, se hang, semmi, nem tudunk róla, igazából nem úgy tűnik, mint hogyha bárki is kíváncsi lenne itt a népnek a véleményére, azon túl, hogy kötelezően ugye ezt a közmeghallgatást biztosítani kell folyamatosan minden évben. A polgármesteri fogadórák, egyetlen egy bejegyzés van a város weboldalán azzal kapcsolatban, hogy fogadórát tart a polgármester, ez egy januári bejegyzés, és ott is annyi van csak, hogy 10-től 12 óráig fogadja a vele beszélni kívánókat, illetve ezen túl az, hogy milyen időközönként, mikor, hol, mennyi időre, nincs semmi hír ezekről sem. Csak annyi, hogy 10 percet hajlandó beszélni a vele beszélni kívánókkal. A városi laktanyának a hasznosításával kapcsolatban is volt egy vállalás. Bérlakások, szolgáltató intézményeknek a létrehozása. Jelenleg úgy tudom, hogy a Honvédség tartott toborzóirodát,
az egyik szárnyába, azon túl nem nagyon tudok arról, hogy ezt bármilyen célra bárki bárhogy felhasználná vagy kihasználná, főleg a város részéről. Gasztronómiai negyednek a létrehozására is tett vállalást a polgármester úr. Gasztronómiai negyed, hát hol, mert erről se hallottunk semmit, nem tudunk, hogy ez hol került kialakításra, mikor, valószínűleg ez sem történt meg, az a vállalás sem. Soha nem látott zöldítési program, hát ha azt annak nevezzük, hogy elhanyagolták a közterületeket és mindent benőtt a gaz, hát azért soha nem vállalt, vagy nem látott elvállalt zöldítési program. Hát ezt ugye Juhász Géza, a városgondozás ügyvezetője is mondta a korábbi közgyűlési felszólalásában, illetve meghallgatásán, hogy lesznek itt mindig elhanyagolt területek, és ugyan ezzel foglalkozzon a köz, mert próbálják azokat szisztematikusan lenyérni, de mindig lesznek ilyenek. És erre 60 embere van, akik ezt figyelik és tesznek ezért. Úgy hallatszott egyébként a felszólalása, mint hogy azért tennének, hogy ilyen legyen a város, és nem azért, hogy ne ilyen, de lehet, hogy csak ez elszólás volt. Iskolabusz program, hát erről se hallottunk semmit. Igazából köszönöm a rendőr uraknak, hogy a reggeli iskola járás idejében, illetve a délutáni végzés idejében biztosítják a zebrákon a biztonságos áthaladást a diákok és a gyermekek számára. Egyébként a polgármester által tett vállalásban az iskolabusz programnak a létrehozásában pont azt emelte ki, hogy a gyerekeknek a biztonságos iskolába jutási lehetőségét ezáltal biztosítják. Hát erről se tudtunk semmit, nem tudunk, hogy ez létezik, létrejött, vagy mi van ezzel, de a rendőr uraknak köszönjük, hogy a zebrákat őrzik, és ők biztosítják a gyerekeknek a biztonságos eljutását az iskolákhoz. Új zebrák kialakítása és járdáknak a kialakítása. Hát zebrák kialakításáról se hallottunk, hogy valahol új zebra került volna kialakításra, én nem tudom, hogy a sajtóval van-e gond, bár szinte majdnem minden média itt helyben az önök kezében van. Ezzel ellentétben hetekig keringett egy poszt az interneten arról, hogy a régi okmányirodánál az egyik zebrát úgy benőtte a bokor, hogy ott életveszélyes volt az áthaladás és a közlekedés. Észak-déli vasútvonalaknak a létrehozása, kialakítása a városi, vagy a városon belül való közlekedés biztosítására, hát ebbe sem történt előrehaladás, de igazából semmi nem történt. A Felnémetről el lehet jutni a várállomásig, meg onnan a vasútállomásig, kb. Ennyi. Kihasználatlan ingatlanok hasznosítása. Ugye erre is tett vállalást a polgármester úr a polgármesteri választási kampányában. Hát ezt gondolom a választók úgy gondolhatták, hogy a kihasználatlan ingatlanokat valamilyen funkcionális céllal próbálják hasznosítani, használni, valami tartalmat beletölteni. Ezzel szemben itt vagyok egyébként az elegudósó két közgyűlés óta. Azt láttuk csak, hogy a kihasználatlannak tartott ingatlanokat önök értékesíteni szeretnék. Ki tudja milyen áron, illetve önnek megszavazták azt, hogy nagyobb költségben tudjon egyedül dönteni a közgyűlés kizárásával, illetve meg nem kérdezésével. Viszont a kihasználatlan ingatlanok hasznosításával kapcsolatban csak annyit tudunk, hogy például a szenátorházat, ami nem tűnik igazából kihasználatlannak, azt is önök értékesítésre kívánják bocsájtani. Új idős otthonok létrehozása, hát körülbelül 150, maximum 200 férőhely van itt egész városban az idős otthonokban, tehát erre lenne igény, de ebben sem történt semmilyen előrehaladás, vagy tevőleges tett, hogy ebből legyen bármi is. Adományszámla. A koronavírus kapcsán létrehoztak ugye egy adományszámlát, ön a Facebook oldalán azt állította, hogy jogilag az önkormányzat nem tud adományszámlát létrehozni, kezelni. Ezzel szemben ön aláírt egy olyan átadás-átvételi nyilatkozatot a Habis László úrtól való polgármesteri hivatal átvétele során, amikor ön aláírta azt, hogy ön átvesz egy kárpátaljai magyarok megsegítésre létrehozott adományszámlát, tehát tudnia kellett róla, hogy létezik olyan, hogy önkormányzati adományszámla, és hogy ezzel rendelkezhet az önkormányzat. Tehát valótlanul állította azt, hogy adományszámlával kapcsolatban erre nem lehet lehetősége jogilag. Szerintem lejárt az idő. Köszönjük szépen. Csak a felék se jutottam el, de polgármester úrnak pedig megadnám a szót. Írásban. Jó, nagyon, nagyon röviden néhány kérdésre válaszolnék. Nagyon örülök, hogy ennyire szívén viseli az én polgármester jelölti programomat.
E tekintetben azért némi önmérsékletre szeretném kérni önt is, meg másokat is. Azért sikerült felsorolni azokat, amelyek sok milliárdos tételt igényelnének. Ezek természetesen nem azt jelentik, hogy el lennének felejtve, vagy nem szeretném ezeket létrehozni, vagy megvalósítani. Az elektronikus népszavazás, ha nem is olyan mértékben, ahogy azt eredetileg ugye 50 millió forintért terveztük, ennél jóval szerényebb mértékben, de még ebben az évben el fog indulni. Azt nagyon kérem, hogy kiemelte itt rögtön az elején, csak azért szólhat, mert kötelező a közmeghallgatás. Néhány héttel ezelőtt a közgyűlésen szólhatott, mert én biztosítottam önnek is, meg a lakosság összes többi tagjának, hogy bármelyik közgyűlésen néhány percben, de elmondhatja aktuális kérdéseit, vagy éppen problémáját. A fogadóórák tekintetében javaslom önnek a titkárságot fölhívni. A következőképpen zajlik, azért nincs fix havi fogadóóra, mert van, amikor egy héten kettőt is tartok, kétszer két órát, van, amikor egy hónap alatt sem gyűlik össze egy órányi sem. Ezt rugalmasan kezeljük, amint megvan az a lélekszám, aki bejelentett fogadóórára, akkor azonnal tartok egyet dupla órában, rendszerint két óra hosszás fogadóórák zajlanak. A laktanya ügye folyamatban van, az iskolabusz programot kérem 10 hónap alatt ne kérje számon, sok-sok milliárd forint kellene ahhoz, hogy, vagy sok 100 millió forint egészen biztos, hogy olyan járműveket vásároljunk, amivel a gyermekeket biztonsággal tudjuk, nem utolsó sorban hivatásos sofőrrel a lakóhelyüktől a tekintettel arra, hogy a volán nem önkormányzati tulajdonban van, ezért ne kérje azt rajtam számon, hogy a volán az milyen formában működik és üzemel. A kihasználatlan ingatlanok tekintetében azon dolgozunk folyamatosan, hogy például most éppen a mezőgazdasági iskola, ami hosszú évek óta kihasználatlan, a hármas iskola, ami hosszú évek óta kihasználatlan, megtaláljuk azokat a lehetőségeket, hogy érdemi tartalom kerüljön beléjük. Minden másra meg írásban válaszolunk. Köszönöm a választ, meg a lehetőséget. Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy két percet lejárt az idős párbeszédre, nincsen lehetőség, de köszönjük szépen, hogy a felszólalásával természetesen elmondta a gondolatait, és emellett pedig, ahogyan polgármester úr is elmondta, írásban megkapja a választ. Köszönjük szépen. Következő felszólalási jeggyel pedig szólítom Bognár Ignácot, a felszólalás tárgykörei pedig közgyűlési lakossági hozzászólások pontosítása, repülőtér Eger és kifizetések, ki nem fizetések. Megadom a szót, és kérem az időkorlát betartására és a személyeskedés elkerülésére. Köszönöm szépen. Tisztelt közmeghallgatás, köszönöm a lehetőséget, és egyel kiegészítem, volt a Pócs Alfréd úrnak egy előterjesztése 5G-vel kapcsolatban, most szombaton megint megpróbálják az egrélyeket meggyőzni, ha nem sikerült a frakció egyik oldalát sem ebben a témában okosságra bírni. Az első hivatalosan leírt napirendi pontom a közmeghallgatáson a nagyon dicséretes közgyűlések utáni lakossági hozzászólásnak a lehetősége. Szégyen teljes volt az előző közgyűlési tagoknak az, hogy megszavazták, hogy levették ezt a lehetőséget. Viszont ezt kellene pontosítani azzal, hogy nagyon szerencsétlen helyzet, hogy valaki egy napot kell rászálljon arra, hogy hát ha valamikor 11 órakor, 12-kor, 15-kor, 17-kor, hogy mi lehetne. Most nyilván mondhatnánk, hogy valaki terjeszte be, de jobb lenne, hogyha a hatalmon lévők terjeszteni, mert különben leseprik általában megszokásból a ellenzéknek a javaslatát. Tehát önöket kérem valakit, hogy azt a javaslatot tegye előterjesztés tárgyává, hogy a lehetőség az legyen, hogy a 12 órakor befejeződött napirendi pont után következzék. Akkor ki lehet számolni, hogy körülbelül dél meg fél egy között kell csak bejönnöm. Ez egy nagyon egyszerű szerintem, és ha önök terjeszik el, akkor valószínűleg is szavazzák. A másik a repülőtér helyzete, amely a városban komoly érdeklődésre és félrebeszélésekre, illetve suttogásokra ad okot. Egyesek lakóparkot bizonálnak, mások már nevekhez is kötik, hogy kik fognak ott majd lakóparkot létrehozni, illetve megvan az a lehetőség is, hogy valóban repülőtér lesz. Ha már nem tudunk repülni Majorkára, hát repüljünk, mit tudom én, Debrecenbe, vagy itt a Maklár felé. Tehát ezt kellene pontosítani, hogy valóban a repülőtérnek el van-e döntve a sorsa a város részéről, vagy még függőben van, és hát ha megnyugtatnánk egy-két embert. A harmadik viszont nem szeretném személyeskedésnek venni, de odaadtam a mindkét frakciónak egy-egy levelet, amit ön írt nekem, és az egy olyan szerencsétlenül sikerült levél, hogy azt azért kell ide behoznom, mert ha
Valaki dolgozik, akkor hibázik. Ha valaki hibázik, azt meg ellenőrizni kell. És én úgy gondolom, hogy azzal, hogy az előző közgyűlésen megnöveltük a hatáskörét a polgármester úrnak, hogy nagyobb pénz tömeg fölött rendelkezzen saját hatáskörben, és egy ilyen 140 ezer forintos költségnél, már más tír betűvel meg számmal, akkor akarja visszafizettetni, amire még járt a bizottság, itt tagdíj. Ezt azért tartom szánalmasnak, hogyha ön írta, akkor tényleg ne írjon több ilyen levelet. Ha meg nem ön írta és aláírja, az viszont az ön felelőtlensége. Hogy mégis akik a tévéből értesülnek, hogy miről van szó, egy mondat a levélből. Önnek Eger megyei jogú város önkormányzatával szemben 140.817 forint, azaz 46.816 forint tiszteletdíj túlfizetése keletkezett 2020. február 1 és 2020. 4.30. időszakra. Holott ekkor még az a bizottság működött, amire beválasztottak. Úgyhogy én ezt egyébként elmondtam volna Habis polgármester úrnak is, vagy Pócs Alfrédnak is, vagy Somori Sándornak is, ha ők nyernek. Tehát nem a személyesedés, hanem az, hogy ilyen levelek ne menjenek ki, illetve későbbiek során ez nem szerencsés vetületet ad a megyei jogú város polgármesterére nézve. Elmondtam mindennapi rendet. 5G, lakossági hozzászólás, repülőtér és a kifizetések, ki nem fizetések. Ezt azért mondanám, hogy annak fizettek, akinek nem kellett volna, duplán, akinek meg kellett volna sport, kultúra, ott meg nem fizettek, mert nincs pénz. Azért gondoltam, hogy ez még inkább pikánsá teszi a dolgot. Ha válaszol rá, akkor kérem alázattal is, ne dübül. Bognár úr, köszönjük szépen a felszólalást, és kérdezem, hogy kíván valaki hozzászólni, polgármester úrnak megadom a szót. Köszönöm szépen, hát eszembe nem jutott dübül válaszolni, hiszen nem lettem ettől a hozzászólástól kicsit sem, még csak mérges sem. Ami a lakossági hozzászólást illeti, nálam az nyitott kapu. Tőlem lehet az napirend előtt is, kezdettől fogva ez volt a javaslat, hogy legyen napirend után, hogyha az a lakosság számára szimpatikusabb, hogy az ebéd környéki időszakra tegyük át. Részemről ez maximálisan támogatható, én azt gondolom, hogy majd ez egy külön döntést igényel. Ami a repteret illeti, hát ott tulajdonjogilag ugye elég kaotikus a helyzet, amennyire én megismertem. Egyet tudok felelősséggel kijelenteni. Én azt szeretném, hogyha a reptér az továbbra is reptér lenne. Szerintem az EGRI önkormányzatnak az érdeke, hogy az továbbra is lehetőleg tovább modernizálva a kapacitást és nem tudom mi a helyes kifejezés, komolyabb gépeket is fogadhasson. Ezzel kapcsolatban talán jó hírnek tűnik, hogy néhány hónappal ezelőtt a Megyei Jogú Városok Szövetségének közgyűlésén, ez volt a legutóbbi, ott fölmerült a Megyei Jogú Városok reptereinek, vagy nem, még nem rendelkező reptérrel nem rendelkező városok lehetséges reptereinek kérdése, mely után jött is a hivatalos levél, hogy van-e a városnak jelenleg reptere, az milyen paraméterekkel bír, milyen kiépítettséggel, milyen besorolással. Vélelmezem, ez központi akarat és központi szándék is, hogy minden megye jogú várost, mondjuk úgy, hogy a légi közlekedés valamilyen formájába bekapcsoljon. Én abszolút partner vagyok ebben, én azt szeretném, hogyha az a reptér tovább modernizálódna és valóban reptérként funkcionálna. Ami a levelet és a túlfizetést illeti, én ezt utána nézetünk kollégákkal, nyilvánvaló, hogy itt egy elütési hiba van, ami a szám és a betűvel kiírt összeget és a dátumok nem stimmelnek, meg fogjuk nézni. Most ennél többet nem tudok erről mondani. Az 5G kapcsán meg hát azt a képviselőket kell meggyőzni. Én úgy szavaztam, ahogy jónak láttam, vélelmezem mindenki más is. Ebben én másnak a felelősségét nem venném magamra. Itt a képviselőket külön-külön kell. Köszönöm szépen. Polgármester úrnak köszönjük szépen, Bognár úrnak köszönjük szépen a felszólalást. A következő felszólalási jeggyel pedig szólítom Hugai Istvánt. Témái között szerepel többek között az Ostrom utcai gyalogátkelőhely kérdése és az Almagyar-Dombi átjátszó állomások kérdése is. Megadom önnek a szót. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, köszönöm a régen várt lehetőséget
hogy alkalmam nyílik ezt a két kérdést elővezetni. Az első kérdés az a jelenleg regnáló önkormányzat feladata lenne, olvasatom szerint. Sajnos nap mint nap lehet tapasztalni az Ostrom utcai gyalogátkelőnél a közlekedési morálunk legcsúfosabb megjelenését. Személyesen megtapasztaltam a közelmúltban, a vár felől kívántam áttérni a Gárdonyi ház felé, a kijelölt gyalogátkelő hely felén voltam, amikor a Megcsei út felől szomorúan tapasztaltam, körülbelül olyan 100 méter távolságból még egy hölgy teljes gázzal elhúzott előttem az ott lévők teljes felháborodására. Erre valamilyen szinten megoldást kellene találni, mielőtt még emberéletet követelne. A második kérdés, amit előterjeszteni szeretnék, az talán nem is ennek az önkormányzatnak a hatáskörébe tartozna, de mivel most nyílik lehetőségem, most terjesztem elő. 2005-ben a Jó János utcában lakó Borsod Éva segítségére siettem, amikor egyre több panasz érkezett, egyre több súlyos panasz az ott lakók egészségi állapotát illetően, fiatal emberek kerültek műtétre, személyiségi jogokat nem szeretnék megsérteni, ezért nem említek neveket, az elektroszmog hatására. Köztudott az emberi szervezetre gyakorolt hatása az elektroszmognak. Akkor az akkori képviselő Csákvári Antal úr a személyes segítségemmel egy levelet juttatott el Egerváros önkormányzatához, nevezetesen Habis Lász úrhoz, az akkori jegyző úrhoz, Estefán Géza úrhoz, illetve az Antenna Hungáriához, illetve a Nemzeti Híradási Intézethez. Ez történt 2005-ben, 2007-ben Csákvári Antal úr, és birtokomban van ennek a másolata, kapott a Miskolci Területi Igazgatóságtól egy olyan tájékoztatást, miszerint illetékesség hiányában az ügyet visszaadták Eger megyei jogú város önkormányzatának. Azóta se hallunk róla semmit. Köszönöm szépen, ennyi lett volna. Huga Irna, köszönjük szépen a felszólalását, és megkérném Mintzer Gábor alpolgármestert, hogy mondja el hozzászólását. Köszönöm szépen a lehetőséget, köszönöm Hugai úrnak a hozzászólását. A Bástya utcai gyalogátkelőhely, ugye? Arról lenne szó. Igen, itt nekem is van erről nem egy személyes tapasztalatom, édesanyámat is volt, majdnem elütötték itt, és én ezt azt hiszem 2017-ben jeleztem a kapitányság közlekedésfelügyeleti osztály vezetőjének. Ők akkor reagáltak is erre, kiküldtek oda járőrkocsikat, és a levélben kaptam tájékoztatást, a tájékoztatás szerint akkor ők ezt a szabálysértést, jogsértést nem találkoztak vele, másfajtával igen, és ott büntettek is. Megkérném egyébként kapitány urat, szerettem volna, mert eszembe volt ez korábban is, hogy erre a részre, ha lehet, akkor figyeljenek már oda egy kicsit jobban, mert tényleg ez nagyon sokszor előfordul. Köszönöm szépen. Alpolgármester úrnak köszönjük szépen, és polgármester úrnak átadom a szót. Köszönöm szépen, én is csak nagyon röviden csatlakozva a polgármester úrhoz, az a gyalogátkelő, az katasztrófa. Én most mondom a fordítottját, autós oldalról a napokban azért dudált rám a mögöttem közlekedő, nem kevéssel érkező gépjármű tulajdonos, mert nyilván nem látta, hogy én éppen egy babakocsit toló hölgyet engedek át, nem érzékelte azt a problémát, hogy mondjuk zebra lenne, és illik átengedni a gyalogosokat. Ami pedig az Almagyar-Dombi Jó János végén található, Jó János utca végén található átjátszót illeti, én arra tudok ígéretet tenni, hogy megnézzük az előzmény dokumentumokat, mert az én tudomásom szerint nem az önkormányzat egy ilyen berendezésnek az engedélyezője és műszaki átvevője. Utána nézzünk, nem tudok most arra mit mondani, hogy A vagy B verzió tekintetében mit tudunk lépni. Ha nekünk van benne jogorvoslatunk, vagy jogi lehetőségünk, hogy tegyünk az egészség érdekében, akkor azt meg fogjuk tenni. Köszönöm szépen. Polgármesternek köszönjük szépen, és Kacsó János főépítész is hozzászólna még a témához, úgyhogy Hugai úr, kérem legyen kedves még
megvárni a hozzászólást. Köszönjük szépen, és átadom a szót tehát Kacsó János főépítésznek. Szép estét kívánok, Kacsó János vagyok. Ezzel a kapcsolatban én tárgyaltam már az illetékesekkel, egy informális beszélgetés volt. 15 napon majd meg fogjuk küldeni az írásos válaszunkat. Sajnos kimerítő választ egyelőre nem fog tudni adni. Úgy tudom, hogy az átjátszókat majd bővíteni szeretnék, emiatt viszont majd hosszú távon a tornyokat meg kéne erősíteni vagy magasítani. Ez viszont váratlan lakossági ellenállást fog gerjeszteni. Mi ezt természetesen figyelembe vettük, és a kedves leendő beruházó is ezzel kalkulál. Keresni fogunk megoldásokat egy esetleges új helyszín kijelölésére, vagy más technológia és műszaki megoldásokat. A türelmét szeretném kérni, az erről való beszélgetésről, az illetékesek beleegyezésével is természetesen, de küldni fogunk egy kimerítőbb választ. Bízom benne, hogy az önnek megfelel, de dolgozunk az ügyön, mert számunkra fontos a lakosságnak a vizuális környezete, ami azt gondolom, hogy valóban főépítési illetékessé. Köszönöm szépen. Főépítész úrnak köszönjük szépen, és Hugai úrnak is köszönjük szépen a felszólalását. A következő felszólalási jeggyel szólítom Kalmár Pétert, a témája pedig a Sasút felújítása során szűk bejárót készítettek, és ezt a problémát szeretné megoldatni. Megadom önnek a szót. Üdvözlöm Önöket, Kalmár Péter vagyok, és amiatt jöttem ide, hogy Sasúton lakom 1986 óta, kisebb-nagyobb idő elteltével. 2012-ben vásároltam egy ingatlantot, ami később egy autókereskedés üzemelt. 2017-ben lett egy családi tragédia, és külföldre utaztam. Ez alatt elkezdték a Sasút felújítását, és nem voltam ott, amikor a tervezés zajlott. Elkezdődött az építés, és mindenhova a Sasútra iszonyatos nagy beállókat, parkolókat csináltak. Még egy romos házal is dupla beálló, dupla parkolóval az én ingatlanom elé egy 3 méteres szűk folyosót tervezett a tervező, és még egy személy autóval is a kibeállás nagyon-nagyon problémás. Most jelenleg egy 3 apartmanos kis vendégváró van ott, és a vendégek nem tudnak megállni a ház előtt, csak úgy, hogy feltartják a forgalmát a Sasútnak. Tehát nincs kijelölt parkolója, hogy meg tudja, ha beáll az én meg a beállóba, akkor rálóg az autó a járdára. Tehát még a gyalogosoknak a közlekedését is zavarja. Többszöri telefonálásra, többszöri levelemre, többszöri egyeztetésre senkitől nem kaptam választ. Megkerestem az ügyvédemet. Ő március 12-én írt önöknek egy levelet, először is a építészeti irodára, nem kaptunk választ. Utána a jegyző úrnak lett egy ügyvédi levél, aztán a polgármester úrnak, sorolhatnám, és nem kaptunk választ. Ez nagyon felháborítónak tartom, hogy választra sem értenek. A városnak ez nem kerülne pénzbe, mert az építető cég félretett a hibák koordinálására pénzt. Tehát, hogyha bármi probléma van, akkor ezt ki tudják ők. Tehát nem a városnak kerülne ez pénzbe, hanem a kivitelező cégnek. Szóval én önöket arra kérném, ja, és beszéltem a kivitelező céggel is, jogosnak találja a problémámat, mert ha mindenhol ekkora beálló lenne, azt mondanám, hogy rendben van, de sehol. Tehát mindenhol megoldott a parkolás a Sasúton, nálam pont nem. És egy kereskedelmi üzlet van ott. Arra kérném önöket, önöknek csak egy levél volna az üzemeltetőhöz, hogy egy levelet címezzenek, hogy ezt a problémát, ezt a hibát javítsák ki. Ez a városnak, még egyszer mondom, nem kerülne pénzébe, csak egyetlen egy levelében. Mennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Kalmár úrnak nagyon szépen köszönjük a felszólalását, és érdeklődöm, hogy Kacsó János főépítész úr is kívánt szólni, illetve hát megadom ennek is a szót. Köszönjük szépen. Köszönöm, üdvözlök mindenkit. Isten igazából mi megkaptuk ezt a levelet, és válaszoltunk is rá. Tehát a Városüzemeltetési Irodáról erre ment ki hivatalos válasz, amelyben az...
Így van. Ebben az volt, amit most szóban is elmondok, hogy erre ebben a pillanatban én úgy gondolom, hogy nincs lehetőség. Ennek az útnak és parkolórendszernek a terveztetése, és ezúttal már a kivitelezése is egy lefutott történet. Igen, sajnálatos dolog, hogy ebbe az engedélyeztetési eljárásban nem tudtak beleszólni, az előbb most már kiderült indokok miatt, de szerintem ebben a fázisában már nem orvosolható ez a probléma, mivel ez egy projektberuházás keretében futott történet. Ugyanakkor azt nem tartanám én se egy elfogadható indoklásnak, hogy a parkoló kapacitást, ami ez az apartman házhoz tartozik, közterületen próbálják meg elhelyezni, mert ez saját ingatlanon belül, minden esetben saját ingatlanon belül kell, hogy megtörténjen. Ahány rendeltetési egység, annyi parkoló saját telken belül minimum. A ráfordulás pedig, az pedig gyakorlatilag úgy történt, vagy ez az út terveztetés, hogy a meglévő bejárati szakaszokat vette alapul a tervező, és azokat adaptálta gyakorlatilag a terven, csak egy új korszerűbb formulában. Egyébként, amennyire tudom, ezen a helyszínen nem is férne szélesebb bejárati megoldás, mivel hogy van villanyoszlop és egyéb közmű berendezés, ami ezt technikailag gátolja. Megvizsgáljuk egyébként helyszínen, sőt, én azt gondolom, hogy ez már meg is történt. Lehet, hogy ez az időbeliség ez azért tart itt, mert az a levél még valahol úton lehet. Tehát mi azt biztosan mondhatom, hogy a Városüzemeltetési Irodáról már választ küldtünk erre a levél. Vagy bejadani. Kalmán úr, elnézést kérem, párbeszédre nincsen lehetőség. Mondja, hogy négy helyre adta be a beadványát, köztük egy a Városüzemeltetésre, vagy lehet, hogy pont a jegyző úr delegált ezt a feladatot a mi irodánkhoz. Van ennek egy átfutási ideje, én azt gondolom, hogy ez határidőben teljesült. Köszönöm szépen. Gál Sándornak, a Városüzemeltetési Iroda vezetőjének köszönjük szépen, és emellett természetesen minden felvetésre 15 napon belül érkezik fel. Azt kérdezem polgármester urat, hogy így a közmeghallgatás legvégén és további felszólás nem lévén kíván-e szólni, nem kíván szólni. Tehát akkor így több felszólalás nem lévén megköszönöm a lakosság észrevételeit, valamint köszönöm a képviselőtestület, a lakosság és a társszervek részvételét, és ezzel a közmeghallgatást berekeztem. További szép napot kívánok mindenkinek!